A járványügyi helyzet a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában is átalakította a sportversenyek rendezését, az azon való részvételt is. Tudtuk meg Orosz István testnevelőtől. Szeptemberben elkezdték a felkészülést, amíg lehet szabadban vannak a testnevelési órák. Az MDS versenyre már jelentkezni kellett. Folyamatosan nézzük a híreket, hogy milyen versenyt tartanak meg. A szeptember 1-én elkezdtük a iskolát, és ezzel együtt a versenyekre való felkészítést a diákokkal. Igaz, hogy a testnevelési órákat kint a szabadba, addig még jó idő van, addig mindenféleképpen kint a szabadba történik a testnevelési órák, és ott dolgozunk a gyerekekkel. Majd, ha úgymond a rosszabb időre kerül sor, akkor fogunk csak bemenni a tornaterembe, de addig mindenféleképpen, ameddig kint tudunk tornázni, akkor új, még rosszabb időben is, akkor melegítőben próbáljuk megoldani, hogy ne fázzanak a gyerekek, és a testnevelési órákat így tudjuk megoldani. A MDS által úgymond a diákolimpiák elkezdődtek, a nevezéseket szeptember 27-ig le is kellett adni a labdajátékoknál. A atlétikai versenyek azok már meg is történtek, úgymond az egyéni atlétika versenyek, Albert Irsán. Amit tudok mondani, hogy folyamatosan nézzük úgymond a MDS híreket, ott szokták feltenni, hogyha van valami változás a versennyel kapcsolatban. Az úszás oktatást betiltották, így a második, harmadikosoknak is szabadtéri testnevelés van helyette. Sajnos az úszást úgymond azt le kellett fújnunk, mert a délelőtti úszást betiltották szeptember 1-től, úgyhogy sajnos a második, harmadik sokkal nem is tudjuk az úszást, itt is úgymond szabadtéri testnevelés van, vagyis átcsoportosítva, majd amikor engedik a járvány, egy kicsit enyhül és engedni fogják az úszásoktatást, akkor mindenféleképpen kezdjük, vagy folytatnánk az úszásoktatást. A délutáni tömegsportokban ugyanúgy kint a szabadba sportolunk. Volt például már a MDS rendezésű országos sporttalálkozó, itt, vagy sportnap. Itt is úgy szigorították, úgymond a járvány miatt, hogy a kötelező 2020 méter futást azt iskolai szinten csak osztályszinten lehetett megrendezni. Kint a szabadban azért tartottunk egy kis focitornát a gyerekeknek, a fiúknak. Egy közös reggeli tornával készültünk, és majd ezeket úgymond a 60 percnek így tudtunk megfelelni. És hát nehéz helyzetben vagyunk, mert azért tényleg úgymond az időjárás kiszámíthatatlan. Tegnap is azért szakadó eső volt, ezt rögtönözni kellett, és akkor úgy kellett megoldanunk, hogy tényleg a járványügyi helyzetnek megfelelően tudjunk a testnevelési órákat is bent megtartani. Vigyázzunk úgymond a kötelező távolságukra, olyan feladatokat próbálunk kitalálni a gyerekeknek, hogy az jó legyen, és tényleg a szabályoknak megfelelő. De mindent megpróbálunk megóvni a gyerekeket, tényleg a sérülés veszélytől, a járvány veszélytől is, és próbálunk alkalmazkodni. A reggeli torna osztályok között foci torna, ezzel pótolják a versenyeket, betartva a járványügyi előírásokat a feladatok végrehajtásánál is. Ha jöttek a testnevelés órára, a gyerekek rögtön mondták, hogy jaj, Pista bácsi, de örülnek, hogy nem, hogy velem találkoznak, hogy legalább már szabadba egy kicsit mozogjanak, mert tényleg mi hiába, mint tanárok, vagy mint testnevelő, én hiába tartottam online testnevelés órákat márciustól, az csak nem olyan, csak nem tudtak kijönni annyira szabadba, valaki úgymond csak bent a lakásba tudta megoldani azokat a feladatokat, vagy aki a kertesházban volt kint a kertben, ez teljesen más, azért csak csoportba, osztályonként dolgoznak, kint a szabadba együtt tudnak olyan dolgokat csinálni, hogy csoportos munkákkal, vagy csapatmunkába, és alig várták, ahogy mondták a gyerekek, hogy megkezdődjön az iskola, találkozzanak a barátokkal, osztálytársokkal, és tényleg ez a mozgás is látszódik, sajnos a felmérés
is már az évelei felméréseket, azokat a nagy részét megcsináltuk a gyerekekkel, és látszik, hogy tényleg azért a fizikálisan és állóképességileg nagyon-nagyon nagy hiányosságok vannak sajnos. Albert Irsán az MDS országos döntőjén most nem hoztak haza érmeket, hiszen az elmúlt fél évben online tanítás volt a sportterén is, de szeptembertől újra elkezdték a testnevelőkkel az edzést, felkészülést, betartva a járványügyi előírásokat. Úgymond az egyesületi versenyek azok már most folynak, és ebbe reménykedünk, hogy azért igaz, hogy nagyon sok labdajáték zártkapus mérkőzésekkel, de működik. Valószínű, hogy szerintem az MDS is a labdajátékokat zártkapusra fogja rendezni. Eddig úgy van, hogy minden labdajátékot és minden sportverseny fog működni. Ezért is mondtam, hogy készülünk rá, és nagyon remélem, hogy a járvány nem fog közbeszólni, és végig tudjuk vinni a tanévet, úgyhogy befejezzük a sportversenyeket is, mert tavaly sajnos hiába jutottunk be az országos döntőig, vagy az országos elődöntőig, sajnos a járvány közbeszólt, és lefújták azokat a versenyeket is. Úgy egy kicsit csalódottak voltak a gyerekek is, hogy nem tudták úgymond teljesen befejezni, de ebbe bízunk, vagy abba bízunk, hogy ez működni fog, és végig tudjuk a versenyeket is vinni ebbe a tanévben.